Ezzel a két ingyenes és olcsó trükkel garantálom, hogy kitartod majd a diétádat. Na nézzük, mik ezek. Az első, és nekem például csak ez vált be, az, hogy írjad, hogy mit eszel. Tehát itt is visszamenőleg meg lehet nézni, hogy én miket ettem az elmúlt időszakban, és hogyha ezt minden este leírom, hogy aznap miket fogyasztottam el, akkor egyszerűen fejben rendeződik az, hogy mi az, amit ehetek még, mi az, amit már nem ehetek, vagy mi az, amit esetleg másnap kompenzálnom kell. Ebben a legegyszerűbb tartani egy kis ilyen kis füzetkével a diétádat. Ebben a füzetben pedig benne van évekre visszamenőleg, hogy hány kiló voltam. Én Palatinos Tünde fitness világbajnokkal dolgoztam nagyon sokáig, ő a heti egyszeri méreckedésnek volt a híve, én minden nap megméreckedem, kivétel akkor, amikor mondjuk nem akarok szembesülni az eredményekkel, de minden nap leírom azt, hogy hány kiló vagyok, hol tartok, és akkor nagyon szépen látszódik a folyamata annak, hogy hogyan haladsz előre. Tehát két füzet, bárhova fölírhatod, nagyon fontos, hogy írd fel, mit eszel, és hogy hány kiló vagy minden nap. Én nagy teás vagyok, amikor diétázom, és ez főleg este szokott gond lenni, amikor már tényleg nem éhes vagyok, és akkor mindenféle teát össze-vissza iszok. Hogy ez ne legyen unalmas, és nem mindig ugyanolyan teát igyunk, ezért aztán mindenféle verziójú teát szoktam inni, a kamillatától kezdve van egy csipkabogyó is, de megfordul itt a csalántája is, de veszek egyébként ilyen ízesített teákat is, ez karamelles például. Na és itt van még egy trükk, azon kívül, hogy beízesítem természetesen édesítővel és citrommal, hogy teszek bele fűszereket is, és ezt mindenkinek nagyon javaslom. A szegfűszer az egy number one kedvencem nálam, például, hogyha teszek ilyet a teába, de fahéjat is szoktam, vagy öröltet, vagy fahéj darabokat. És hogyha így iszom a teát, akkor olyan, mintha egy kicsit forralt bort innék, tehát nagyon finom íze, illata lesz, és elmegy tőle a kedvem, hogy egyek is valamit. Egyébként, hogyha ilyen sok teát iszol, akkor amúgy is egy ilyen telítettségérzés elő fog fordulni, mert azért egy tea nálam az körülbelül fél liter. Még egy trükk van a diétával kapcsolatban, hogyha teázol, és tényleg éhes vagy, és már nem kéne aznap enni, akkor a glutaminos teát mindenkinek nagy szeretettel újra ajánlom. Nem csak azért, mert immunerősítő hatása van, hanem ezt beleteszed a teába, ezt mutattam akkor is, amikor a téli megfázásokról már beszéltünk. Beleteszed a teádba, és jobban elveszi az étvágyadat, de nem kell ennek sem a kalóriatartalmával foglalkoznod, tehát egyszerűen elveszi az étvágyadat, ezért javaslom, hogy tedd bele ebbe a finom teádba, amit esetleg szegfűszeggel, fahéjjal, kardamonnal beízesítettél. És akkor az alaptrükk, ami a fehérje diéta alapja, hogy legyen egy fehérjepor az étrendedben, hogyha diétázol. Azért kell a fehérjepor, nem kell egy különleges, bonyolult dologra gondolni, mert a fehérjepor az édességed a diétádban. Ez a sütid a diétádban, tehát édesség helyett eszed. Természetesen újra kiemelem, hogy csak akkor működik ez a dolog, hogyha olyan fehérjeport választasz, amiben nincsen hozzáadott szénhidrát, és ezt tényleg vegyük komolyan, és akkor ez az, amivel elveszed az édesség vágyadat, és kész vagy a diétával ezzel a sokféle okossággal együtt. Mess le ezt a videót, hogy meglegyen későbbre is, vagy pedig küldd el azoknak, akiknek szintén problémájuk van a diéták betartásával.